Lássuk, mi történt az elmúlt időszakban. Regionális szintű környezetvédelmi rendezvényt tartottak Szigetmonostoron. Elkezdték Kisorosziban az ártéri erdő ligetesítését. Az univerzumról tartott előadást Erik Barrett brit természettudós Tahitótfaluban. Jótékonysági hangversenyt rendeztek a katolikus templom orgonájának felújításáért Dunabogdányban. Sportrovatunkban összefoglalót láthatnak a Tahitótfalu Visegrád, valamint a Zebegény Szob labdarúgó mérkőzésekről, valamint a tabellák állásáról. A Magyar Szabadkőművesség történetéről tartott előadást Raffay Ernő történész politikus Visegrádon. A távérzékelésről tartott előadást dr. Jung András egyetemi tanár Zebegényben. Híradónk végén programokat ajánlunk nézőink figyelmébe. Regionális szintű környezetvédelmi rendezvényt tartottak Szigetmonostoron. Helyes, így van, tisztítja a vizet, különböző eljárásokkal módosították a területét, és a kis területéhez képest nagyon sok szennyezőanyag eltávolítására képes. Március 22-e a víz, 23-a a meteorológia világnapja. Ez alkalomból a klímaváltozás jelenségével és fontosságával kapcsolatos rendezvény nyílt Szigetmonostoron a faluházban, melynek kitalálója és megalkotója az Outdoor Mission Kft. Ökológiai Művelődési Alapítvány. A rendezvény védnöke V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért, hungarikumokért felelős államtitkár, szakmai védnöke dr. Radics Kornélia az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke volt. Az eseményt a házigazda Molnár Zsolt, Szigetmonostor polgármestere nyitotta meg, aki kihangsúlyozta, hogy a Szentendrei sziget Európa egyik legnagyobb vízbázisa, innen jut el a kiváló minőségű ivóvíz több mint 2 millió emberhez Budapesten és vonzás körzetében. A település hisz abban, hogy a településfejlesztés és településüzemeltetés klíma és környezettudatos módon is biztosítható. Szigetmonostor a Duna ölelésében pontosan tudja, hogy mit jelent a víz ereje és értéke. A sziget települései által kidolgozott ökosziget koncepció, a Szentendrei sziget klímatudatos fejlesztési víziója, mely hosszú távon biztosíthatja a környezet és ezáltal az ivóvíz minőségének megőrzését, mondta a polgármester. Dr. Radics Kornélia, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke, köszöntő beszédében elmondta, fontos természeti kincsünk a víz, hiszen az élethez szükségünk van rá. Korunk egyik legnagyobb kihívása a globális klímaváltozás, mely kapcsán felértékelődtek a vízről, levegőről szóló információk, hiszen a fejlett társadalmat, melyben élünk, pillanatok alatt megbéníthatja a szélsőséges időjárás. Az Országos Meteorológiai Szolgálat feladata, hogy megbízható előrejelzéseket készítsen környezetünkről, hogy a kihívásokra időben fel lehessen készülni, és ezáltal enyhíteni lehessen a károkat. Lőrinc István, az Outdoor Mission Kft. Ügyvezetője és az Ökológiai Művelődés Alapítvány elnöke rámutatott az összefüggések fontosságára, melynek nem csak környezetügyi, hanem társadalomügyi következményei is vannak. A szakember szerint a környezetvédelmet nem lehet egy aspektusból megközelíteni, hanem fontos, hogy rendszerben gondolkodjunk róla. A rendezvény programjai ezen összefüggésekre a Víz Világnapja alkalmából kiemelten a klímaváltozás és a víz kapcsolatára hívták fel a figyelmet. A rendezvény egyik partnereként az MTA Ökológiai Kutatóközpont munkatársai bemutatták a Dunában élő rák és halfajokat, a Dunavirágot érintő összetett ökológiai csapdát és a szennyvíztisztítás folyamatát. A tavaly óta regionálissá vált rendezvényre 15 környező település iskolája jelentkezett közel 1000 diák részvételével. A felső tagozatosok a klímaváltozás kihívásait című állandó kiállítást tekinthették meg, az alsósoknak játékos kalandtúrát szerveztek a modern technika eszközeinek felhasználásával. Különböző állomás helyszíneket kell megkeresni, néha a természetet hívják elő, mint tájékozódási lehetőséget, néha tájolót kapnak, de megismerkedhetnek itt a legmodernebb GPS-ekkel is, ilyen műholdas navigációs eszközökkel. Ezzel az a célunk, hogy a gyerekeknek játszva, tanulva egy kicsit megkedveljék a természetet, érzékenyebbek legyenek a környezetükre. Nekik még nem való az a sok információ, amit egy ilyen rendezvény egyébként hordozni tud magában. Lőrinc István elmondta, a rendezvényt minél szélesebb körben is ismerté szeretnék tenni. Az a víziónk, az a célunk ezzel, hogy ezt más régióknak is elérhetővé tegyük, és ezért igyekszünk további olyan
önkormányzatokat, polgármestereket keresni, akiknek kiemelten fontos ez a téma, és ott is szeretnénk majd más régiókban is hasonlóan ilyen jellegű rendezvényeket szervezni, és erre az egészre tervezünk majd készíteni egy tanulmányi versenyt, amivel a diákokat nem csak egy napon, hanem egy hosszabb folyamatban tudjuk foglalkoztatni a témával. Elkezdődött Kisorosziban az ártéri erdő ligetesítése. Elkezdték Kisorosziban az ártéri erdő ligetesítését. Közel 70 ember vett részt a tavaszi munkálatokban. A Dunai-Pony Nemzeti Park elképzeléseivel és az árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési tervvel összhangban az ártéri területet ligeterdővé alakítják a Kis-Duna partján, a Rév és a Templom utca közötti szakaszon úgy, hogy az ott élőknek is egy élhető, hangulatos partszakasz alakuljon ki. Amíg a felnőttek dolgoztak, addig a gyerekekkel Szücsné Vitéz Éva óvónő és Balogh Dóra tanítónő foglalkozott. A munka végén babgulyással vendégelték meg a résztvevőket. Az Univerzumról tartott előadást Eric Barrett, brit természettudós, a NASA egykori tanácsadója Tahitót-faluban. Eric Barrett, brit természettudós, klimatológus, a NASA és a Világbank egykori munkatársa tartott előadást a Világegyetemről a Tahitót-falui sportcsarnokban a baptista gyülekezet meghívására. Előadásának középpontjában a hit és a tudomány kapcsolata állt. Steiner József, Tahitót-falu baptista gyülekezetének lelkipásztora mutatta be az est vendégeit. Professzor dr. Eric Barrett, brit természettudós, klimatológus, a műholdas meteorológia doktora, Ausztráliában és az Egyesült Királyságban összesen 5 egyetemen tanít. Az Egyesült Királyság kormányának tanácsadója, a brit környezetvédelmi minisztérium, a NASA, a Világbank és az Európai Űrkutatási Központ mellett az ENSZ több szervezetének konzulense. Eric Barrettet felesége Rosemary is elkísérte, aki elmondta, hogy nem először járnak Magyarországon. Eric and I have been coming to the whole of historical Hungary since 2003. 2003 óta járunk Erickkel, a férjemmel a történelmi Magyarország területein. But this is our first time in Tahi. De elsőnek vagyunk még Tahitót-falun. Perhaps we have saved the best thing till last. Mert a legjobbat a végére tartogattuk, lehetséges erről van szó. We thank you very much for your warm welcome to us today. Nagyon szépen köszönjük, hogy már is nagyon barátságosan köszöntettetek bennünket ma. And it's lovely to see so many of you here this evening. És nagyon jó azt látni, hogy milyen számos ember eljött, milyen sokan eljöttetek ma este. Eric started a charity in 2003 called 4H. 2003-ban indítottunk el egy segélyszervezetet, jótékonysági szervezetet. A neve az, hogy 4H, de ezt úgy is lehet érteni, hogy a H betűért, Magyarországért. Eric Barrett az univerzum nagyságát szemléltetve elmondta, hogy a Világegyetem eddigi tudásunk alapján közel 400 millió galaxisból áll, és egy galaxisban körülbelül 100 millió csillag található. A tudós kitért arra is, hogy korábban csupán 500 bolygót ismertünk, ám a Kepler misszió által 1500 újabb planétát fedezett föl a NASA. Eric Barrett feltette és meg is válaszolta a mindenkit foglalkoztató kérdéseket. Egyedül vagyunk az univerzumban? Létezik intelligens élet máshol is a Világegyetemben? Az előadó leszögezte, hogy eddig nem találtak életre utaló bizonyítékokat az univerzum más részein, így bele kell törődnünk abba, hogy az emberiség magányos a Világegyetemben. Hiszen képzeljétek el, vagy emlékezzetek, milyen hatalmas az űr. And here are we, 7 billion people on one little speck of cosmic dust. És itt vagyunk mi, 7 milliárd ember egy icipici kozmikus sárgolyón élve. With no hope ever of help from anywhere else in the universe. És akkor itt vagyunk reménytelenül, mert senki más nem tud nekünk segíteni ebben az univerzumban, ha egyedül vagyunk. The thought that we may be cosmic orphans is really quite frightening. És ez a gondolat, hogy mi kozmikus árvák, a Világegyetem árvái vagyunk itt, na hát ez elég félelmetesen hangzik. A Bristolban élő professzor egy saját történetet is megosztott a közönséggel. Hosszú évekkel ezelőtt a NASA felkérte, hogy legyen űrhajós, ám ő nem akarta feladni egész addigi életét, így nemet mondott a visszautasíthatatlan ajánlatra. Elmesélte az aranyfürt és a három medve történetét is, melynek segítségével az élet kialakulásának kozmikus feltételeit mutatta be. Ezen kritériumok közé
közé tartozik a bolygó és csillagjának megfelelő távolsága, a stabil éghajlat és a víz. Kiemelte, hogy egyedül a Föld az a bolygó, mely képes biztosítani az élet kialakulásához szükséges feltételeket, bár a fokozódó széndioxid kibocsátás hatására megjelenő klímaváltozás égető probléma. Jelenleg egyetlen egy ilyen bolygót ismerünk, amely elégséges feltételekkel bír. Ez a mi bolygónk. And will our planet always be able to support life? Mindig is, a jövőben is képes lesz a mi bolygónk feltételeket biztosítani ahhoz, hogy élet legyen rajta? Almost certainly not. Szinte bizonnyal mondhatom, hogy nem lesz így mindig. One requirement is a stable climate. Az egyik követelmény ugyanis, hogy stabil éghajlat legyen az adott bolygón. And it seems quite likely that at the moment our climate is becoming increasingly unstable. És egyre inkább úgy tűnik, hogy a mi éghajlatunk nagyon-nagyon labilissá válik, instabillá. A brit tudós sorra vette a naprendszer bolygóit, és elmondta, hogy miért nem alakulhatott ki rajtuk az élet. Az üstökösökkel kapcsolatban megemlítette, hogy sivár felszínüket sziklák, por és jég borítja. Előadásában többször is kitért a Kepler 22b bolygóra, mely égitest tulajdonságai alapján az úgynevezett lakhatósági zónába sorolható, tehát potenciális esély lehet az élet kialakulására. Eric Barrett szerint évente jelennek meg olyan fantasztikus hírek, melyek új civilizációkról és lakható bolygókról szólnak, ám ezekről rendre bebizonyul, hogy csupán alaptalan fikciók. Az univerzum kutatásával kapcsolatban ismertette a rádióteleszkópok felhasználásának módjait és szerepét az űrkutatásban. Last 50 years there have been many experiments listening to radio signals from outer space. Az elmúlt 50 évben ezért rengeteg kísérlet program indult be, ahol ezek a nagy rádió teleszkópok hallgatóznak a világűrbe. There are many such signals which are from natural sources. És mindenféle hangok, mindenféle jelek, szignálok érkeznek a világűrből, amelyeknek a forrása valamilyen természeti képződmény. Vajon ezek között, a természeti forrásokból származó jelek között találunk-e valami mesterségesen létrehozott jelet? Hogyha beszédre utaló nyomokat szeretnénk találni ugyanis a jelek között, akkor hogy kutassuk ezt ki, hogy találjuk meg a jelek között? Úgy, hogy ritmikusságot keresünk ezekben a jelekben. Az előadó elmondta, hogy az új bolygók felfedezése rendkívül összetett folyamat eredménye, hiszen a planéták csupán visszaverik a csillagok fényét, így a nehezen észlelhető árnyékolási tényezőből következtethetnek a tudósok új égitestek megismerésére. Eric Barrett szerint az élet kialakulása nem lehetett véletlen, Isten a teremtő. Állítását egy elemző matematikus kutatásával bizonyította be, aki kiszámolta az élet megjelenésének valószínűségét, és olyan elhanyagolhatóan kis számra jutott, mely kizárja a véletlenség lehetőségét is. Az isteni részecske létezését a részecske gyorsítós kutatások eredményének segítségével bizonyította. Tudjátok, hogy az elmúlt időszakban nagyon sokat beszéltek arról, hogy talán van egy úgynevezett isteni részecske. Technikai terminus technicussal kifejezve ez a Higgs boson. Néhány évvel ezelőtt ez volt a legizgalmasabb felfedezés tudományos körökben. Mert kihirdették azt, hogy megtalálták az isteni részecskét. És azt mondták, hogy ez az isteni részecske bárhol lehet, vagy mindenhol ott van. És azt mondták, hogy egy mindenütt jelen lévő mező minden pontján ott van. A brit tudós elmondta, hogy a hit egyértelműen pozitív hatást fejt ki az istenfélő emberek életére, és állítását egy kutatás eredményeivel támasztotta alá. Az előadás után az érdeklődők feltették kérdéseiket a professzor számára, aki legjobb tudása szerint igyekezett válaszolni. Dr. Sajtos Sándor polgármester egy Tahitót falut bemutató kétnyelvű könyvvel köszönte meg Eric Barrettnek az előadást. Az esemény közös imával ért véget. Jótékonysági koncertet rendeztek a Dunabogdányi Katolikus templom orgonájának felújításáért. Jó
Jótékonysági hangversenyt rendeztek Dunabogdányban a katolikus templomban. A mintegy 60 fős közönség előtt zajló zenei eseményen komoly zenei művek csendültek fel, a koncert célja a szórakoztatáson túl a templom orgonájának felújítására történő adománygyűjtés volt. Alkalmi formáció a Trio Badi Latti adott koncertet. Az együttes egy hónapos svájci vendégszereplése után hazatérése alkalmával állt a dunabogdányi közönség elé. Az alkalmi triónak alkalmi a neve is. A Badi Latti név Szent Morici fellépésük színhelyének egy kávézónak a nevéből ered. Az együttes vezetője ifjabb Botrezső, dunabogdányi zenész, zeneszerző. A koncerten hegedű, cselló, zongora felállásban Tarca Eszter, Lévai Antal, valamint Botrezső működött közre. Előadásukban többek közt Beethoven, Handel, Mozart, Grieg, valamint Piazzolla műveket hallhatott a közönség. Az elmúlt időszakban nem ez az első jótékonysági koncert Dunabogdányban, a tavalyi karácsonyi koncert, valamint Hámori Angelika zongora hangversenye után ez volt a harmadik alkalom, amelyel az orgona felújítására gyűjtött az egyházközség. A hangszer renoválásának várható költségei ugyanis mintegy bruttó 18 millió forintot tesznek ki. Az egyházközség az adományok mellett pályázati lehetőségekkel is élni kíván az összeg előteremtéséhez, amely a tervek szerint magában foglal egy teljes állapotfelújítást, beleértve az elektronika, a légrendszer, valamint a sípmű renoválását. Az orgona több mint egy évszázada kíséri a hívek énekét és a szertartásokat. A hangszert 1901-ben építette a Rieger cég, majd 1964-ben újította fel és bővítette tovább Gonda Nándor, orgonaépítőmester, intonatőr. Ezt követően a 23 regiszteres, 3 manuállal és mintegy 1800 síppal rendelkező orgonán komolyabb beavatkozásra csak a 90-es években került sor. Kedves nézőink, most következő sportrovatunkban Kis Norbert kollégánk a Tahitótfalui és Zebegényi futballcsapatok mérkőzéseiről ad tájékoztatást. Köszöntöm mai sportrovatunk nézőit! A mögöttem látható futballpályán a mai napon csodás időben rendezték a Visegrád-Tahitótfalu térségi derbit. No, akkor lássuk azt a térségi derbit. Zöld mezben, a hazai Visegrád még bordó szerelésben, a vendég Tahitótfalu csapata két hely választotta el a két gárdát egymástól a mérkőzés előtt, Visegrád a 8., míg Tahitótfalu a 10. pozícióból kezdhette meg ezt a mérkőzést. Míg Visegrád 6 győzelem mellett 4 döntetlen és 6 vereséget tudhat a háta mögött az eddigi fordulók után, addig Tahitótfalu nem játszott döntetlen még eddig ebben a szezonban. 5 győzelem mellett 10 vereség. A csapat mérlege, illetve -3 pont, hiszen a találkozóra nem tudott kiállni, ezt pedig a szövetség általában 3 pont levonással honorálja. A találkozó játékvezetője majd Kis Bálint lesz, csapatok közt pedig megvolt a baráti készfogás, majd a csatakiáltás, és akkor kezdődhet a találkozó. Az első percekben Tahitótfalu ragadta magához a kezdeményezést, Bogdán Márk tüzelt, a jobb felső sarkot vette célba Márk, nem is volt ez rossz kísérlet, főleg így kezdéskép. Újabb Tahitótfalui lehetőség, és újra Bogdán Márk előtt. Ezúttal távolabbról kísérletezett Márk, Kreisz Flórián pedig magához ölelte a labdát könnyedén, ez egy igazi csemege volt Flórinak. Aztán fordulunk, Visegrád jön,
pálya jobb oldaláról egy középre adást szedve, csak Istvánnak Józsa Zoltán védett nagyot. A bal sarokból kellett kikanalazni a labdát Józsának. Most ki tudta használni a nagy termetét Józsa. Majd egy tahitótfalúi labdaszerzés és egy kiváló indítás. Dankovics Máté felé labda, Fekete András hibázik, óriásit, 1-0-ra vezett tahitótfalú. Dankovics ki tudta használni az óriási hazai védelmi hibát, és megszerzi a vezetést tahitótfalúnak a 13. percben. Kiváló volt egyébként az indítás, de ezt le kellett volna fülelnie a hazai védőknek. Nem tették meg, Dankovics pedig köszönte szépen, és 1-0-ra vezett tahitótfalú, íme a bakizó védők. Képernyő bal oldalán Fekete András, ő hibázott nagyot, neki kellett volna mennie, fognia Dankovicsot, nem tette meg, pedig ott keresztezik, de hát a szöglet zászlóhoz próbált futni Fekete, pedig Dankovics középen futott, a Kreis Florian ezzel nem nagyon tudott mit csinálni, szét is tárta a karját, ez nem az ő gólja. Majd egy vendég szabadrúgás, ez viszont Flóri labdája, meg is fogta azt. Szedlacsek István ki a pálya jobb oldalára. Majd érkezik vissza a labdán. István felé Józsa kanal az, aki a létszal a labdát. István lefüleli azt. Mellé rúgta István, és azt jelzi, hogy szögletnek kéne következnie. Hát ezek szerint ő úgy gondolta, hogy ha a lövésébe nem ér bele a tahitótfalúi védő, akkor az bizony kapura ment volna. Hát ezzel a játékvezető veszekszik, hiszen ő bizony nem látott szögletet. Itt viszont sarok rúgás, de tahitótfalúi részről a kapufára tornázza a labdát Kreisz. 2-0 azonban. Szabó Rihárd a 21. percben duplázza meg tahitótfalú előnyét. Egy óriási kavarodás után. Agyot mentett Kreisz. De hát, újfent nem álltak a helyzet magaslatán a képen látható védők. És íme, kedves nézőink, 22 percnyi játékot követően 2-0-ra vezett tahitótfalú. Majd egy visegrádi szöglet, egészen pontosan 3 perccel később. Középre passz, megvan a lövés, óriási dugó, 1-2. Dobai László 24. percben szépít Visegrádnak, egy földön túli nagy góllal. Hát ezt rendesen eltalálta Dobai. Ilyet azért nem lő minden hétvégén egy játékos, íme még egyszer. Minden dühét beleadta, Józsa pedig akár mekkorára nőhetett volna, ha kétszer ekkora sem tudta volna ezt a lövést fogni. Elképesztően jól eltalálta Dobai. 1-2 tehát. De jön új fent tahitótfalú, újra nagy hiba. 1-3. 1-3, és ezúttal sem álltak. A helyzet magaslatán a hazai védők hátkorba tett kézzel állnak, Nyúzó István pedig ünnepel. 3-1-re vezett tahitótfalú, 28 perc játékot követően. Majd eltelik újabb 4 perc, Nyúzó elé kerül a labda, megpattan, 1-4. Hát bizony most is, ebben a gólban is benne vannak a visegrádi védők. Szedlacsek István mutatja, hogy hát, barátaim, így nehéz lesz mérkőzést nyerni. Nincs meg a megfelelő védelem, ezúttal is Nyúzó István lőtt a kapuba. Fél óra játékot követően 4-1 volt, és ez maradt a fél idő is, ez már a második játékrész. Kálmán Gábor kísérletezett, illetve hát én szerintem beadni próbált, azonban ez lecsúszott a lábáról, majdnem besúrant a léc alá. Aztán pedig Szedlacsek Istvánt gázolják el a 16-oson belül, büntetőt ítél Kis Bálint játékvezető. Stefanek rúghatja, megfogja Józsa! Nincs szépítő gól, marad a 4-1. Józsa leért a jobb alsóba, óriási lehetőség maradt ki visegrádi részről. Hát miből, hanem büntetőből lehetett volna feljebb zárkózni. Nem volt egyébként ez rosszul elvégzett 11-es, de Józsa elképesztő bravúrt bemutatva leért a jobb alsóba. Maradt tehát az 1-4, és időközben már a csereként beállt Szedlacsek János kevergett a jobb oldalon. Eljut Kálmán Gáborhoz. Remekül zárnak ki a tahitótfalúi védők, megvan a lövés! Józsa kezében a labda. Talán besúrant volna a jobb alsóba. Ha, nincs ott a tahitótfalú kapusa.
Kis Balázs terelgeti a labdát a pálya jobb oldalán. Kicsit lassan, de épülget a Tahitótfalui akció. Nyúzó! Hát ezúttal nem talált kaput. Illetve hát hátulról. Hát az nem gól. Szabó Rihárd a labda mögött. Ez sem gól, de ez már közelebb járt ahhoz. Kreisznek kellett kiütnie a labdát a léc alól. Majd egy vendég sarokrúgás. Kisfejel! Meszerek vágja ki a labdát a bal sarokból. Hát Meszereknek egyébként nem ez lenne elsősorban a dolga. De ha kell, akkor besegít a védőknek. Majd Csalós Rihárd próbálkozik a mérkőzés végén. Neki sem az a dolga, hogy lövéseket mutasson be, ő inkább a védelemben tevékenykedik. Meglehetősen hasznosan. Tahitótfalu is hasznosan futballozott, hiszen rúgott 4 gólt, és mindössze egyet kapott, ezzel pedig elvitte mind 3 pontot Visegrádról. A következő percekben pedig Szobra kalauzoljuk el önöket, ahol a vendégcsapat Zebegény volt. És akkor következzen a Szob-Zebegény mérkőzés, melynek felvételeit a Szőnyi István Általános Iskola 8. osztályos diákja Ferenci Noel készítette. Innen is köszönjük szépen neki a felvételeket, és íme a mérkőzésen a fehérmezes vendég Zebegény szerzett vezetést méghozzá 24. percben Petényi Attila jóvoltából. Majd a 38. percben a képen látható gyönyörű emeléssel érkezett az egyenlítés. Nagy László vette észre kiválóan a kínálkozó lehetőséget, hát hogy beadni vagy lőni szerette volna, azt innen nem tudom megmondani. Minden esetre remekül csúszott le Szobi szempontból a labda, hiszen a hálóban landolt. 1-1 tehát. A 44. percben pedig újabb Zebegényi találat született, ezt Ferenci Roland szerezte. Gyönyörűen gurított a bal alsóba, ezzel 2-1-re nyerte az első félidőt Zebegény, ami egy apróbb részt siker a csapatnak ebben a szezonban. A mérkőzést azonban Szob nyerte, hiszen a 60. percben a képen látható góllal Csatári Dávidnak köszönhetően kiegyenlítettek, majd Huszti Domonkos is betalált a 73. percben, ezzel Szob Zebegény 3-2. A gólok után pedig kérem tekintsék meg a hétvége további eredményeit, statisztikáit, valamint a következő forduló eseményeit. A Megye-3 északi csoportjának listavezetője botlott a múlt fordulóban, Püspök Szilágy Vácharjánban hagyott ott 2 pontot. Mivel Sződ mint 3 egységet bezsebelte, így a csapat 3 pontra megközelítette a listavezetőt, ám továbbra is egy meccsel kevesebbet játszott, így a vesztett pontok tekintetében még mindig Püspök Szilágy áll jobban. Nagymaros is győzött, 1-0-ra Mária Nostra otthonában, a Váci derbint pedig a Reménység 3-1-re verte Rátótót. Rád és Letkés egyaránt 2-1-es sikert aratott idegenben. A tabellán Sződ 3 pontra megközelítette a listavezető Püspök Szilágyot, ám az Éllovas további egy meccs előnnyel rendelkezik Sződdel szemben, így az a 3 akár 6 pont is lehet, amennyiben a pótmérkőzést megnyeri Püspök Szilágy. Nagymaros, Vácharján és Rád küzd a dobogó 3. fokáért, 2 pont választja el a 3 csapatot egymástól. Zebegény szépen lassan átlépi a 100 kapott gólos negatív álomhatárt, miután az együttes Szobon megkapta 99. gólját idén. A 22. játéknapon, április 10-én vasárnap Zebegény a dobogóra ácsingózó Vác Rátót vendége lesz, délután 3:30-es kezdéssel. 0-7. Ez Duna Bogdány legutóbbi mérkőzésének eredménye. Mondanom sem kell, a 7 találatot Bán Tibor fiai lőtték, a mérkőzés jegyzőkönyve szerint Rózsa László mellett az ifjú tehetség, a télen Visegrádról igazolt Kreisz Bendegúz is duplázni tudott, a további 3 gólon pedig Ország Balázs, Spanisberger Rihárd és Dankovics Gergő osztozott. Bogdán győzelme volt a legnagyobb ebben a körben, Piliszántó megállt 6-nál Mogyoród ellen, Páty 4-1-es sikert aratott Fót ellen, Piliszent Lászlón és Solymáron pedig megosztoztak a csapatok a pontokon, utóbbi helyszínen viszont nem láthattak gólt a nézők. Az áldozat Buda Jenő volt, a 0-0-ás döntetlennel a csapat már egy meccs és 7 pont hátránnyal követi Duna Bogdányt a második helyen, ráadásul Páty is egy pontra megközelítette a második helyezett gárdát. Visegrád és Tahitótfalu maradt a 8. és a 10. pozícióban, a sor végén pedig Kisalag áll, mivel a csapat nem lépett pályára a 20. fordulóban, így eredményei sem változtak, ami akár előrelépés is lehet, kiváltképp ha a 17 meccsen elszenvedett 16 vereségre, és a mínusz 119-es gólarányra gondolunk. A 22. fordulóban Tahitótfalu Piliszent László vendége lesz. Dávid Góliáthoz látogat, azaz Duna Bogdán Kisalagon teszi tiszteletét, míg Visegrád elvileg szabad napját töltené,
ám a szövetség április 10-ére írta ki a csapat Fót elleni pótmérkőzését, melyre 15 óra 30 perctől kerül sor a visegrádi futballpályán. Rafai Ernő történész politikus a magyar szabadkőművességről tartott előadást Visegrádon. Rafai Ernő történész politikus az Együtt Kulturális Egyesület meghívására érkezett Visegrádra. A szervezet már több mint 10 éve, 2005 óta szervez kulturális programokat, ismeretterjesztő előadásokat a városban. Márciusban a kényes, ám annál érdekesebb témával foglalkozó történész a Magyar Szabadkőművesség története 1749-től napjainkig címmel tartott előadást. Raffai Ernő egyedülálló módon kifejezetten szabadkőműves levéltári források alapján mutatta be a modernkori titkos szervezet működését. Az előadó arra is rávilágított, hogy milyen okok miatt és milyen tartalmi elemekkel változott, alakult át a szervezet Magyarországon. Az első világháború előtti parlamentnek volt 444 országgyűlési képviselő tagja az alsóháznak. 10%-a szabadkönyves volt, tehát 40 és 50 között voltak, de tessék elképzelni, hogy mindegyik pártban, a kormány, mindenkori kormánypártban is voltak, meg az ellenzéki pártban is. Hétfőtől szombatig, hajnali 10-től 14 óráig, tehát 4 órát dolgoztak a parlamentben a képviselők, volt képviselőházi ülés, ott a szabadkővesek egymással, mint kormánypárti és ellenzéki képviselők beszéltek. Este azonban elmentek a Budapest Podmanicki utca 45-be, ott volt a magyarországi szimbolikus nagy páholy. Fölmentek a harmadik vagy a negyedik emeletre, ott volt egy szabadkőműves testvér által üzemeltetett vendéglő. Ott leültek az ellenzéki meg a kormánypárti képviselők, ettek valami finomat, mit tudom én, egy, hagyjuk így vacsora előtt valamit, ittak rá egy-két Dreher Antal féle sört, és megbeszélték azt, hogy mit, hogyan fognak viselkedni a másnapi parlamenti képviselőházi ülésen. Raffai Ernő történész politikus. A rendszerváltás időszakában országgyűlési képviselő az Antal kormányban. A Honvédelmi Minisztérium politikai államtitkára volt. A Károli Gáspár Református Egyetem bölcsészettudományi karáról vonult nyugdíjba. Fő kutatási területe a 19. és 20. századi magyar történelem és a balkáni népek története. Ezen belül főleg a magyar és román kapcsolatokkal, Erdély és a trianoni békediktátum történetével foglalkozik. Mostani előadásában a magyar szabadkőművesség történetét ismertette a reformkortól napjainkig. Előadása bevezetőjében elmondta, az egész világon titkosak a szabadkőműves páholyok iratai, kivéve Magyarországon, ahol az 1950 előtti időszak dokumentumai nyilvánosan hozzáférhetőek az országos levéltárban. Az itt fellelhető több százezres eredeti iratszolgált alapjául kutatásaihoz, könyveihez erre épülnek előadásai. És én bementem az országos levéltárba 2009-be, vagy 2008-ba, már nem emlékszem, és azt kérdeztem a levéltáros legényt, hogy uram, ugye itten nincsenek, tipikus leghülyébb kérdés, ugye itten nincsenek szabadkönyves iratok. Azt mondja, hogy tessék nézni, itten több százezer szabadkőműves eredeti irat van. Hát kiderült ez, amit az előbb elmondtam, hogy, a Kádárék átküdték az iratokat, és aki bemegy, oda minden magyar állampolgár megkapja és kutathatja. Ha valaki az őseire kíváncsi, nekem vannak abszolút biztos általuk készített nyilvántartások. Tehát tessék nyugodtan kérdezni, és én mondom. És akkor elkezdtem írni könyveket, és az első lett a szabadkőművesek Trianon előtt, de hát tömérdek, nagyon fontos irat van, és ugye ilyenkor az embert elkapja a hév. Raffai a Szabadkőművesek Trianon előtt című nagy szakmai vihart kavaró könyvében a magyarországi szabadkőművesség történetét a kiegyezéstől az első világháború végéig tartó időszakra fókuszálva írta meg. Bemutatja a titkos szervezet Trianon előtti működését a történelmi Magyarországon. Monográfiájából kiderül, miért fordul a titkos társaság a magyar államrend ellen, és az is, hogy a radikális páholyok fő
törekvései a magyarság és kereszténység ellen voltak. A következő, szintén viharos fogadtatású, a Harcoló Szabadkőművesség küzdelem a katolikus egyház ellen című munkájában kifejti, milyen különféle politikai térnyelésre törekvő erők szállják meg az 1890-es évektől a szabadkőműves szervezeteket. A titkosan működő társaságok saját szabályzataikat és a korabeli vonatkozó magyar törvényeket megsértve politikai szerepvállalásba kezdtek, igazolhatóan a keresztény magyar állam megdöntésének céljával. Derül ki a könyvből. Van egyszer a magyar történelmi alkotmány, és a szabadkőműves jogászok csináltak egy szabadkőműves alkotmányt, ami alapvetően erre az 1723-as Andersoni alkotmányra megy vissza, de nagyon komoly különbségek is vannak. Például az Andersoni alkotmány 1723-ban leírja, hogy egy szabadkőmesse lehet olyan szamár, köbe ezekkel a szavakkal, hogy Isten tagadó legyen. És ezért elrendeli az Anderson, tiszteletes úr, úgy mint nagymester, hogy minden szabadkőmves páholyban a főmester asztalán ott kell legyen a Szent Biblia. Igen, de a franciák a 19. század közepe után valamikor, egyik könyvben írom az évszámot, hogy mikor leveszik a Bibliát a főmesteri és nagymesteri asztalról, ez azt jelenti, hogy ők ateisták. Azért veszik le, mert ateisták. Tehát előbb voltak ateisták, Isten tagadók. Ezért aztán a 19. század vége felé a magyar szabadkőmesek is leveszik az asztalról a Bibliát. Harmadik ebben a témakörben írt kötete a politizáló szabadkőművesség Jászi Oszkár és a Martinovics Páholy államellenes tevékenysége 1906-tól 1912-ig. Ez a mű új megvilágításba helyezi a 20. század első két évtizedét. Átrajzolja a Trianont megelőző időszakról kialakult képet. Nyomon követi azt a folyamatot, amelyben Jászi Oszkár és elvbarátai belépnek a szabadkőműves szervezetbe. Megalakítják 1908 elején radikális műhelyüket, a Martinovics Páholyt. Az első világháború előtt az európai szabadkőmesség különböző nagy családokra, csoportokra bomlott szét. Az angolok, az angol, a svéd szabadkőmesség megmaradt, és a porosz szabadkőművessé, tehát a berlini, ugye óporosz három, óporosz nagy páholynak a 600 páholya, ők megmaradtak alapvetően keresztény szellemiségű páholynak. De a latin típusú, a francia nagyoriens nagy páholy, és a francia ország nagy páholya, két fő nagy páholy van Franciaországban, ez 1000 páholyt jelent, tehát óriási létszám. Ők ezek az ateista, a francia felvilágosodás eszmeiségében gyökerező páholyok. Ugye minden páholyi iraton ott van a levélpapírjukon, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség. Sokaknak meglepetést okozó következő két könyve Ady Endre és a szabadkőműves mozgalmak kapcsolatáról jelent meg, amelyeknek már a címe is sokat elárul a költőnagyság és a titkos szervezetek közti viszonyról. Az első a szabadkőműves Békjóban, míg a folytatás a szabadkőműves Zsoltban címet viseli. A szerző így foglalta össze Ady kutatásának céljait. Könyvemben megkísérlem az óriási tehetségű, tragikus sorsú magyar költő életének néhány fontos fejezetét a kor szabadkőművességről szerzett ismeretek birtokában, a pártos és elfogult történetírás és irodalomtörténetírás ellenére a magam konzervatív fölfogása szerint ismertetni. Amikor a szabadkőművességek elhatározták, hogy növelik a szabadkőmesség létszámát, akkor az nem újsághirdetés alapján ment, hanem az ismerősöknek szóltak. Hát így szólt a Jászi Oszkár is az Ady Endrének, itt valamelyik könyvemben leírom, valamelyik Ady kötetembe, hogy hát Bandikám, hát figyelj, itt van egy jó társaság, szerető, nagyra becsülünk téged, lépjél be. Ő pedig éppen akkor szegény Ady, hát nem, ezért nem mondanám, hogy szegény, az elbocsátó szép üzenet 12. májusába írta, hogy amikor a Léda asszonyt, ez egy nagyon szép, de nagyon kegyetlen vers, és ott állt megfürödve, a szeretője az nem csak a Léda volt, hanem a Léda húga, a Brühl Berta is, de az is, az meg Adit dobta ki, tehát Adit dobta, tehát ez egy ilyen családi nagy történet, miközben a Léda férje, a Dodó, Diósi Ödön, eredeti neve Nussbaum, ő pedig a fiúkhoz járt.
És akkor az Adival egyeztettek. Rémtörténet. Rémtörténet. Én ezeket itt leírom a kötetembe, hogy tehát Adinak szóltak, hogy gyere közénk, és akkor ott állt egyedül, ugye, a Rákosi Jenőjék aprították, a Tisza István gróf azt mondta Adiról, hogy Ady Endre és a Nyugat, azok nem mások, mint tetvek a magyar kultúra pálmafáján, tehát nagyon durva dolog. Miközben Ady szerintem a világ történelem egyik legnagyobb költője. A történész a téma kutatásának kezdetéről szólva elmondta, hogy egy diákja által feltett, ám általa megválaszolni nem tudott kérdésre kezdett a szabad kőművességgel foglalkozni. Fő szakterülete Trianon mellett igaz-e, hogy a magyar szabad kőművesek bomlasztották szét a történelmi Magyarországot kérdésnek járt utána? Ebből a kutatásból születtek a már említett monográfiák, amelyek a közeljövőben 10 kötetre bővültek. A szabad kőművesség mindenhol nagy érdeklődésre tart számot, így országjáró előadás sorozatának egyik fő témája lett. Ezen a területen szerzett egyedülálló mélységű tudása és remek előadói kvalitásai a visegrádi hallgatóságot is eddigi ismeretei átgondolására ösztönözte. Előadását egy hallgatói kérdésre adott válaszával fejezte be, amelyben kifejtette, hogy szerintem miért nem tud a szabadkőművesség világszövetséget alkotni. Ha a szabadkőművesek látószögéből nézem a dolgot, akkor abszolút szabadkőműves érdek az, hogy legyen egy komoly ütőképes világszövetségük. De azt csak akkor lehet megcsinálni, hogyha ottan a zsidóságnak totális érvényesülési lehetőséget mutatnak, engednek. Ha viszont ezt engedik, akkor a világ szabadkőművessége zsidó érdekű harci szervezetté válik. Zebegényben folytatódott a Tudásfalva előadás sorozat. Ez alkalommal Jung András egyetemi tanár beszélt a hallgatóságnak a távérzékelésről. A Tudásfalva programsorozat második alkalmán dr. Jung András tartott előadás Zebegényben Hogyan látnak a műholdak címmel. A Szent István Egyetem tudományos munkatársának szakterülete a távérzékelés alkalmazása a környezetkutatásban. Jung András a kertészmérnöki és a geodéziai szakmérnöki diploma megszerzése után majd 10 éven át folytatott kutatómunkát Németország különböző egyetemein. Előadásának kezdetén a távérzékelés működéséről, alkalmazásának módjairól és szerepéről beszélt. Amikor távérzékelésre gondolunk, akkor mindenképpen jusson eszünkbe az egész műhold rendszer, ami körülveszi a Földet. Ezen kívül összekapcsoljuk repülőgépes felvételekkel, és akkor megpróbáljuk a jeleket, amik a Föld felől vagy a Földről érkeznek vissza, felfogni és leképezni, vagy kamerákkal, vagy valamilyen mérőműszerekkel. Nekünk általában a távérzékelésnek, az úgynevezett optikai távérzékelésben szükségünk van a napfényre, tehát ha nem süt a nap, akkor a műholdak, azok a műholdak, amik nem termális felvételeket, tehát hőkameraként működnek, azok nem látnak semmit. Tehát ha nincs jó idő, tehát felhős az ég, és nem süt a nap, akkor a műholdakat nem nagyon lehet használni semmire. Jung András elmondta, hogy a műholdak érzékelik a látható fényen túli tartományt is, így előszeretettel használják őket a mezőgazdaságban, hiszen ezeken a felvételeken látszik az egészséges és a kevésbé egészséges vegetációk közötti különbség. Érdekességként megemlítette, hogy az Európai Uniós mezőgazdasági támogatások összegének meghatározásakor is jelentős szerepet játszanak a műholdak. Ugye mindenki tudja már, hogy ma a gazdák terület alapú támogatást kapnak, és a területekre bevallják, hogy milyen növénykultúrákat termesztenek rajta. Ha valaki ezt hibásan vallja be, akár akarattal, akár akaratlanul, arra hamar rájönnek az Európai űrügynökségben, mert millió számra vizsgálják meg a műhold felvételeket, nagyon jó térbeli felbontásban, hogy tényleg az a növény van-e rajta, amit bevallott valaki. Tehát ezután sokan szoktak büntetést fizetni országos szinteken, Görögországnak volt egy ilyen problémája pár évvel ezelőtt, hogy mást vallottak be, mint ami a területen volt, és ez pillanatok alatt kiderült, mert a műhold felvételek elárulnak. Tehát a visszaellenőrzése a bevallásoknak az műholdas alapon történik. Dr. Jung András elmondta, hogy a műholdak mellett a drónok, vagy más néven multikopterek egyre nagyobb szerepet játszanak a távérzékelésben és a mezőgazdaságban is. A multikopterek agráripari használata széleskörű, ám leggyakrabban permetezésre és mérésekre használják őket.
Az előadó szerint a drónok egyetlen hibája az, hogy legfeljebb 10-15 percig képesek a levegőben maradni, ám sok olyan fejlesztés folyik, melynek célja az akkumulátorok teljesítményének növelése. A tudományos munkatárs a multikopter és a spektrométer mezőgazdasági alkalmazásának pozitívumairól beszélt. Ha már valaki vesz egy profi új traktort, hogy elő van egy úgynevezett nitrogén szenzor, a növényeknek a nitrogén ellátását méri, és hátul itt a tartályban az szerint, hogy itt most kevés vagy sok, tehát súlyozottan tud a hátsó tápanyag ellátó egységben erre reagálni. Ez nagyon sokat számít, tehát aki ezt megveszi, és mondjuk 1000 hektárja van, elkölt egy ilyen berendezésre körülbelül 15 millió forintot, de mondjuk 1000 hektárnál ez meg is térül még ugyanabban az évben. Tehát azt mondják a gazdák, hogy nekik ez nagyon megéri, mert nincsenek átfedések a fordulóknál, tudják hol jártak, csak oda szórják ki a nitrogént, ahol kell, nincsenek fölösleges tápanyag kiutatások, másodszorban, ezt is írjuk oda mondani, és a környezetet is kíméri, de az elsődleges szempont mégiscsak az, hogy gazdaságos legyen a termesztés. Az előadó elmondta, hogy a mezőgazdasági drónok speciális infravörös tartományban dolgozó kamerákkal vannak felszerelve, melyek képesek a növények tápanyag ellátásának érzékelésére. A gazdák mellett a katasztrófavédelem és a tűzoltóság is előszeretettel használ drónokat, hiszen nehezen megközelíthető helyekre is képesek bejutni. Dr. Jung András kiemelte, hogy a spektrométer az emberi szemnél jóval szélesebb fénytartományt képes értelmezni, ezért például a méhészetben és az aranybányászatban is előszeretettel használják a spektroszkópiát. Akik ezzel valóban pénzt keresnek, azok nem a tudósok, hanem a geológusok és az ásványkutatók. Tehát akik drága fémek után keresnek, ott a spektroszkópia és a telepi spektroszkópia, tehát az a kollega, aki ott van balra fönt, ez Coloradoban van, Amerikában, ők gyártják ezt az eszközt, és a legnagyobb bevételeik az eszközgyártásban az aranybányászatból van. Tehát ott megvesznek egy olyan műszert, ami a kitermelt anyag, még nem lehet tudni előre, hogy hol van az arany, de végeznek próbafúrásokat, és a próbafúrásoknak ilyen próbahengerek, és azt végignéző spektrométer, hogy ne kelljen az egész területet föltúrni, hanem csak a próbahelyeknél, és abban is, hogy milyen mélység. És mondjuk egy ilyen válogató automatizáló eszköz kerül több száz millió forintban, és ez nekik egy hónap után már megtérült. A tudományos munkatárs előadásának végén három műszert is bemutatott a közönségnek. Első kísérletében mini spektrométer segítségével egy élő pittypangot és egy élettelen levelet vizsgált meg. A második bemutatott eszköz egy átlagos digitális fényképezőgép volt, melyből az előadó kivette az infravörös filtert, így merőben eltérő kép tárult a közönség elé. Látható volt a festett és a természetes haj közötti, illetve a gyapjú és a poliészter ruhák közötti különbség is. Betonvilágítja az egész terület, igaz, nincsen látható fény, de egy kisé, és mondjam, egy ilyen földön túli látvány. Ilyen kriptában körbevilágítanak, és még jól. Azért az rosszul nem néznek ki túl egészségesen az emberek. A harmadik bemutatott műszer a hőkamera volt, melyet operációknál is gyakran használnak, hiszen segítségével elkülöníthető az oxigéndús vér az oxigénszegénytől. Dr. Jung András jelenlegi projektjeiről, kutatásairól is beszélt. Az alkalmazási területek nagyon szélesek, tehát nekünk a legutóbbi projektünk az a víz alatti spektroszkópia területére terjed ki, amikor egy hiperspektrális kamerát leviszünk a víz felszíne alá, egy búvár kamerát, de megvizsgáljuk, hogy mennyi a szerves anyagmennyiség a vízben, mennyi milyen az átláthatósága, hogyan lehet az élő világ számára optimális feltételeket egy olyan kamerával vizsgálni, ami nem a látható fényben működik, hanem azon kívül az úgynevezett infravörösben. A Tudásfalva sorozat második alkalma is sikeresen zárult, hiszen az érdeklődők szinte teljesen megtöltötték az Ebegényi könyvtárat. Kedves nézőink, most pedig kérem tekintsék meg, milyen programokat kínálnak a térségben a következő időszakban. Különleges futóverseny helyszíne lesz április 9-én szombaton Visegrád. A világ egyik legnépszerűbb akadályfutó versenysorozata, a Spartan Race következő magyarországi állomásának terepévé válik a város. A versenyre több mint 5500-an neveztek. A szervezők tájékoztatása szerint a pálya útvonala titkos, annyit azonban elárultak, hogy a legalább 5 kilométeres távon minimum 20 akadályt kell leküzdeniük a versenyzőknek.
Az eseményre április 3-áig nevezhetnek online az érdeklődők, ezt követően már csak a helyszínen lesz erre lehetőség. Tavaszi takarításra hívja a lakosságot a Kisoroszi Dunapartra Rácz Lajos. A gyülekező április 9-én szombaton 9 órakor a Ráckert előtt lesz. Eső esetén egy héttel később, április 16-án tartják meg az akciót. A szemétszedést követően Rácz Lajos ebéddel vendégeli meg a résztvevőket. A szemétszedéshez a zsákokat az önkormányzat biztosítja, majd a hulladék elszállításáról is gondoskodik. A szervezők kérik, kesztyűt mindenki vigyen magának. Nemzetiségi délután szervez a Német Nemzetiségi Önkormányzat április 9-én szombaton, délután 16 órától a Dunabogdányi Művelődési Házban. Fellépnek a település nemzetiségi kultúrcsoportjai, valamint az óvoda, az iskola és a zeneiskola növendékei. Külső-belső gazdaság, avagy pénzügyeink a személyiségünk tükrében című könyvét mutatja be dr. Mihály Nikolett, a Szent István Egyetem adjunktusa a Zebegényi Könyvtárban. A szervezővel professzor Fehér István beszélget a műről. A felvidékről betelepített magyarokra emlékeznek április 10-én, vasárnap délután 15 órakor Dunabogdányban, a református templomnál lévő betelepítési emlékműnél. Múltam és jelenem címmel Dusa Béla fotóművész képeiből nyílik kiállítása a Dunabogdányi Művelődési Házban április 18-án pénteken 18 órakor. A tárlatot Varsányi Viola nyitja meg. Következnek a hírek, még egyszer röviden. A víz és a meteorológia világnapja alkalmából a klímaváltozás jelenségével és fontosságával kapcsolatos rendezvény nyílt Szigetmonostoron a faluházban, melynek kitalálója és megalkotója az Outdoor Mission Kft. Ökológiai Művelődés Alapítvány. A rendezvény védnöke V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért, hungarikumokért felelős államtitkár, szakmai védnöke dr. Radics Kornélia az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke volt. Az eseményt a házigazda Molnár Zsolt, Szigetmonostor polgármestere nyitotta meg, aki kihangsúlyozta, hogy a Szentendrei sziget Európa egyik legnagyobb vízbázisa, innen jut el a kiváló minőségű ivóvíz több mint 2 millió emberhez Budapesten és vonzás körzetében. Dr. Radics Kornélia, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke köszöntő beszédében elmondta, fontos természeti kincsünk a víz, hiszen az élethez szükségünk van rá. Korunk egyik legnagyobb kihívása a globális klímaváltozás, amely kapcsán felértékelődtek a vízről, levegőről szóló információk. Az Országos Meteorológiai Szolgálat feladata, hogy megbízható előrejelzéseket készítsen környezetünkről, hogy a kihívásokra időben fel lehessen készülni, és ezáltal enyhíteni lehessen a károkat. Lőrinc István, az Outdoor Mission Kft. Ügyvezetője és az Ökológiai Művelődés Alapítvány elnöke szerint a környezetvédelmet nem lehet egy aspektusból megközelíteni, rendszerben kell gondolkodnunk róla. A rendezvény programjai a Vízvilágnapja alkalmából kiemelten a klímaváltozás és a víz kapcsolatára hívták fel a figyelmet. A tavaly óta regionálissá vált rendezvényre 15 környező település iskolája jelentkezett, közel 1000 diák részvételével. A felső tagozatosok a Klímaváltozás kihívásai című állandó kiállítást tekinthették meg, az alsósoknak játékos kalandtúrát szerveztek a modern technika eszközeinek felhasználásával. Elkezdték Kisorosziban az ártéri erdő ligetesítését. Közel 70 ember vett részt a tavaszi munkálatokban. A Dunaipoly Nemzeti Park elképzeléseivel és az árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési tervvel összhangban az ártéri területet ligeterdővé alakítják a Kisduna partján, a Rév és a Templom utca közötti szakaszon úgy, hogy az ott élőknek is egy élhető, hangulatos partszakasz alakuljon ki. Amíg a felnőttek dolgoztak, addig a gyerekekkel Szűcsné Vitézéva óvónő és Balog Dóra tanítónő foglalkozott. A munka végén babgulyással vendégelték meg a résztvevőket.
Eric Barrett, brit természettudós, klimatológus, a NASA és a Világbank egykori munkatársa tartott előadást a Világegyetemről a Tahitót falui sportcsarnokban a baptista gyülekezet meghívására. Előadásának középpontjában a hit és a tudomány kapcsolata állt. A professzor feltette és meg is válaszolta mindenkit foglalkoztató kérdéseket. Egyedül vagyunk az univerzumban? Létezik intelligens élet máshol is a Világegyetemben? Az előadó leszögezte, hogy eddig nem találtak életre utaló bizonyítékokat az univerzum más részein, így bele kell törődnünk abba, hogy az emberiség magányos a Világegyetemben. Eric Barrett szerint évente jelennek meg olyan fantasztikus hírek, melyek új civilizációkról és lakható bolygókról szólnak, ám ezekről rendre bebizonyul, hogy csupán alaptalan fikció. A brit tudós szerint az élet kialakulása nem lehetett véletlen, Isten a teremtő. Állítását egy elemző matematikus kutatásával bizonyította be, aki kiszámolta az élet megjelenésének valószínűségét, és olyan elhanyagolhatóan kis számra jutott, mely kizárja a véletlenség lehetőségét is. Az előadás után az érdeklődők feltették kérdéseiket a professzor számára, aki legjobb tudása szerint igyekezett válaszolni. Dr. Sajtos Sándor polgármester egy Tahitót falut bemutató kétnyelvű könyvvel köszönte meg Eric Barrettnek az előadást. Az esemény közös imával ért véget. Jótékonysági hangversenyt rendeztek a Dunabogdányi Katolikus templomban. A Dunabogdányi zenész zeneszerző ifjabb Ott Rezső svájci vendégszereplése után Trio Badilatti formációjával lépett fel a községben. A hegedű, cselló, zongora trió többek között Beethoven, Handel, Mozart, Grieg, valamint Piazzolla műveket adott elő. Több más Dunabogdányban a közelmúltban megtartott koncerthez hasonlóan e hangverseny bevétele is, amint egy bruttó 18 millió forintos költséggel járó fejlesztést támogatja, amely a tervek szerint magában foglalja az orgona teljes állapot felújítását, beleértve az elektronika, a légrendszer, valamint a sípmű renoválását. Az egyház község az adományok mellett pályázati forrásokra is számít. Visegrád lőtte a nagyobb, Tahitót falu a több gólt a térségi derbin. A vendég Tahitót falui gárda már az első félidőben eldöntötte a 3 pont sorsát. A második játékrész elején Visegrád büntetőt hibázott, Tahitót falu pedig ezután már kényelmesen megtartotta 4-1-es előnyét. Zebegény Szobon vizitált, és a csapat ugyan közel volt a pontszerzéshez, de végül 3-2-es vereséget szenvedett. Dunabogdány rendesen elintézte Nagykovácsit, Bán Tibor fiai hetet vágtak, és egyet sem kaptak legutóbbi mérkőzésükön. A 22. fordulóban Zebegény Vácrátót vendége lesz, míg a nyugati csoportban Tahitót falu Pilis Szent László, Dunabogdány Kisalak vendége lesz. Visegrád elvileg szabad napját tölteni, ám a csapat ekkor pótolja a Fót elleni elmaradt meccsét, április 10-én délután 3:30-es kezdéssel. Kényes, ám annál érdekesebb témával foglalkozó történészt hívott meg az Együtt Kulturális Egyesület soron következő ismeretterjesztő előadására Visegrádra. A Palotaházban tartott előadást Raffai Ernő történész, a Károli Gáspár Egyetem tanára, a Magyar Szabadkő Művesség története 1749-től napjainkig címmel. A történész egyedülálló módon kifejezetten szabadkőműves levéltári források alapján mutatta be a modernkori titkos szervezet működését. Időrendben tárgyalta a titkos társaság szakaszait, nyílt és titkolt célkitűzéseit. A történész a téma kutatásának kezdetéről szólva elmondta, hogy egy diákja által feltett, ám általa megválaszolni nem tudott kérdésre kezdett a szabadkőművességgel foglalkozni. Főszakterülete Trianon mellett igaz-e, hogy magyar szabadkőművesek bomlasztották szét a történelmi Magyarországot kérdésnek járt utána. Ebből a kutatásból született 5 monográfia, amely a közeljövőben 10 kötetre bővül. A szabadkőművesség mindenhol nagy érdeklődésre tart számot, így országjáró előadás sorozatának egyik fő témája lett. Ezen a területen szerzett egyedülálló mélységű tudása és remek előadói kvalitásai a visegrádi hallgatóságot is eddigi ismeretei átgondolására ösztönözte. Eric Barrett, brit természettudós, klimatológus, a NASA és a Világbank egykori munkatársa tartott előadást a Világegyetemről a Tahitót falui sportcsarnokban a baptista gyülekezet meghívására. Előadásának középpontjában a hit és a tudomány kapcsolata állt.
A professzor feltette és meg is válaszolta mindenkit foglalkoztató kérdéseket. Egyedül vagyunk az univerzumban? Létezik intelligens élet máshol is a világegyetemben? Az előadó leszögezte, hogy eddig nem találtak életre utaló bizonyítékokat az univerzum más részein, így bele kell törődnünk abba, hogy az emberiség magányos a világegyetemben. Eric Barrett szerint évente jelennek meg olyan fantasztikus hírek, melyek új civilizációkról és lakható bolygókról szólnak, ám ezekről rendre bebizonyul, hogy csupán alaptalan fikció. A brit tudós szerint az élet kialakulása nem lehetett véletlen, Isten a teremtő. Állítását egy elemző matematikus kutatásával bizonyította be, aki kiszámolta az élet megjelenésének valószínűségét, és olyan elhanyagolhatóan kis számra jutott, mely kizárja a véletlenség lehetőségét is. Az előadás után az érdeklődők feltették kérdéseiket a professzor számára, aki legjobb tudása szerint igyekezett válaszolni. Dr. Sajtos Sándor polgármester egy Tahitót falut bemutató kétnyelvű könyvvel köszönte meg Eric Barrettnek az előadást. Az esemény közös imával ért véget. Különleges futóverseny helyszíne lesz április 9-én szombaton Visegrád. A világ egyik legnépszerűbb akadályfutó versenysorozata, a Spartan Race következő magyarországi állomásának terepévé válik a város. A versenyre több mint 5500-an neveztek. A szervezők tájékoztatása szerint a pálya útvonala titkos, annyit azonban elárultak, hogy a legalább 5 kilométeres távon minimum 20 akadályt kell leküzdeniük a versenyzőknek. Az eseményre április 3-áig nevezhetnek online az érdeklődők, ezt követően már csak a helyszínen lesz erre lehetőség. Tavaszi takarításra hívja a lakosságot a Kisoroszi Dunapartra Rácz Lajos. A gyülekező április 9-én szombaton 9 órakor a Ráckert előtt lesz. Eső esetén egy héttel később, április 16-án tartják meg az akciót. A szemétszedést követően Rácz Lajos ebéddel vendégeli meg a résztvevőket. A szemétszedéshez a zsákokat az önkormányzat biztosítja, majd a hulladék elszállításáról is gondoskodik. A szervezők kérik, kesztyűt mindenki vigyen magának. Nemzetiségi délután szervez a Német Nemzetiségi Önkormányzat április 9-én szombaton, délután 16 órától a Dunabogdányi Művelődési Házban. Fellépnek a település nemzetiségi kultúrcsoportjai, valamint az óvoda, az iskola és a zeneiskola növendékei. Külső-belső gazdaság, avagy pénzügyeink a személyiségünk tükrében című könyvét mutatja be dr. Mihály Nikolett, a Szent István Egyetem adjunktusa a Zebegényi Könyvtárban. A szervezővel professzor Fehér István beszélget a műről. A felvidékről betelepített magyarokra emlékeznek április 10-én, vasárnap délután 15 órakor Dunabogdányban, a református templomnál lévő betelepítési emlékműnél. Múltam és jelenem címmel Dusa Béla fotóművész képeiből nyílik kiállítása a Dunabogdányi Művelődési Házban április 18-án pénteken 18 órakor. A tárlatot Varsányi Viola nyitja meg. Kedves nézőink, ezzel a híradó végéhez értünk. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, ne feledjék, híreinket, műsorainkat az interneten is megtalálhatják a danubia-televízió.hu weboldalon. Nézzenek minket jövő héten is, viszontlátásra!